Kárpáti Orsi vagyok, a Brillbird egyik mesterleveles szakoktatója. A mai napon egy színes zselés kis okossal készültünk nektek. A színes zselékről tudni kell, hogy ezek több fázisú zselék, tehát egy adott munkafolyamatra valóak. Szükségelnek egy alapréteget, vagy pedig egy már elkészített műkörmöt, attól függően, hogy mire szeretnénk, melyik típusú zselinket használni. A kolor zselék nagy részét használat előtt szükséges felkeverni, mint ahogy láthatjátok, a hordozó anyagban leülve pedig a pigment, illetve az egyéb összetevő, ami magát a színét adja a zselének. Éppen azért kell átkeverni őket, hogy homogén állagúvá váljon a anyagunk, amivel tudunk dolgozni. Amit tudni kell a kolor zseléről, hogy vékony rétegben használjuk, és mindenféleképpen beépítésre javasol nektek elsősorban, hogyha már homogén állagúra kevertétek, akkor készen van a használatra. Látjátok, hogy egy ilyen lágyabb, folyósabb állagú anyagról beszélek. A másik ilyen zseli, amit szintén mutatok nektek, az egy Diamond Gel. Itt is, ahogy elkezdem keverni, láthatjátok, hogy teljesen megváltozik az anyagnak a színhatása. Talán még egy picit az állaga is, hiszen a leülepedett pigmenteket, ahogy felkeverem, ugye egy kicsit megváltozik, és az előző anyaghoz képest, a sima koró zselihez képest azért egy picit testesebb állagú anyag. A másik, amit pedig mutatok, és szintén nagyon látványosan fog nektek fogja visszaadni ezt az állag, illetve színhatást. Ez pedig egy frosty color zselénk. Ezt is, hogyha átkeverem, akkor egészen más lesz a színvilága. Egyébként ezzel, illetve bizonyos fajta color zselékkel tudtok úgy játszani, hogy felkeverés előtt mondjuk a halványabb színnel dolgoztok, illetve felkeverés után pedig a megváltozott színhatású zselével tudtok dolgozni, ezzel is tudtok egy színnel egy átmenetet képezni, mondjuk egy szabad szél beépítésén. Hasonló tulajdonságú zselénk a termózselé, őt is fel kell keverni, de már előzőleg felkevertem nektek. A termózselé tulajdonsága, hogy ő hidegre-melegre változtatja a színét, tehát vagy világosodni fog, vagy sötétedni fog, vagy pedig elmegy egy másik színvilágba. A következő színes zselé kategóriánk a Brill zselé, a csillogó körmök szerelmeseinek ajánljuk, nagyon sok szép árnyalatba kaphatóak. A következő hasonló tulajdonságokkal rendelkező zselénk a Magic Diamond, egy ilyen kis irizáló, fénytörő, színjátszó tulajdonsága van. Igen. A következő színes zselé termékcsaládunk a Glamour zselék. Őket is szintén fel kell keverni, hogy homogén állagúvá váljanak, illetve a színhatások megfelelőek legyenek. Lágy zselé, vékonyan kell bele dolgozni, viszont őt már, ha szeretnétek, akár be is tudjátok építeni szabad szélre, vagy pedig felületileg is tudtok vele festeni, illetve díszítéseket tudtok készíteni vele. Ragacsosra kötő zselé. A következő színes zselénk a Brush & Go zselék, őket is fel kell keverni mindenféleképpen, hogy homogén színvilágot kapjunk, viszont ők már fixmentesre köthetők, ugyanakkor hasonló tulajdonsággal rendelkezik, mint a glamour zselé, mert ha szeretnétek, beépíthetitek szabad szélbe, ha szeretnétek, felületi festésre tudjátok használni, illetve nagyon jól használható díszítésekre, vékony vonalakra, indag motívumok készítésére. A következő termékcsaládunk színes zselékből a designerek, nekem ők a kedvenceim, mint látjátok, egy nagyon sűrű, testes állagú festőzselé, vékonyan kell vele használni, éppen azért kapta azt a nevet, hogy mozdulatlan festőzselé, mert nagyon sokáig tudtok vele dolgozni, anélkül, hogy terülne az anyag. A designer zseléket indamotívumokhoz, vékony vonalakhoz, felületi festésekhez, illetve virágokhoz, motívumok készítéséhez ajánljuk nektek. Következő színes zselé termékcsaládunk a Forming Gel. Ennek a tulajdonsága az, hogy a kivett anyagmennyiséggel, amit dolgozni vagy felhasználni szeretnétek, miután kivettétek, mindenféleképpen zárjátok vissza a tégelyt a következő használatig, mert különben az anyag törmelékessé, mol zsalékossá válik, és nem fogtok tudni vele dolgozni.
Láthatjátok, hogy mennyire sűrű anyag. Ennek pont az a tulajdonsága, hogy zseléből tudjunk készíteni porcelánhatású virágokat, illetve motívumokat. Annak az előnye ugye, hogy a porcelán azért az levegőre kötet, nyilván van benne egy formázhatósági korlátunk, mivel ez UV-fényre vagy ledre köt, éppen ezért egészen addig tudjuk formázni, ameddig be nem helyezzük a vendégünk kezét a lámpába. A következő színes zselénk a 3D zselé termékcsaládunk. Az ő tulajdonságuk az, hogy tudtok vele vastagabb indamotívumokat, illetve díszítéseket készíteni, akár egy háromdimenziós rózsát is például, ami kiemelkedik a körömsíkjából. A 3D zselé, illetve a forming zselénk között az a különbség, hogy a forming zselét lapogató mozdulatokkal alakítjuk ki, illetve formázunk az anyagunkat. A 3D zselét viszont szálazó, illetve rétegező mozdulatokkal tudjuk megemelni a mintánkat a körömsíkjából. A következő termékcsaládunk a színes zselék között a kontúrgélek. Az ő tulajdonságuk az, hogy nem kell felkeverni, lassabb mozdulatokkal tudtok vele dolgozni, különböző nonfiguratív indamotívumokra, illetve kontúrozásokra tudjátok használni. Az a tulajdonsága, illetve a különbsége a brush and go zselével szemben, hogy ugyanazt a indamotívumot el tudjátok készíteni, akár a brush and go zselével, vagy akár a kontúrgéllel. Igazából tényleg az, hogy mennyire szeretnétek gyorsabban vagy lassabban dolgozni. A brush and go termékcsaládunk, ugye ahogy mutattam, az már egy terülékeny, lágyabb anyag, míg a kontúrzselék, ők nem folyósak, hanem jobban megtartják az adott ívet, amit leraktok, illetve belenyúlva az anyagba különböző erezéseket is tudtok elérni.